Sziasztok! Ez egy újabb véleménykifejtő videó is ima, Vitál Center második része. Mert az első részben ugye jóformán kiütött engem a reklám, jóformán meg sem bírtam szólalni, és... Hát ez senkinek sem volt jó, hát nekem valószínűleg biztosan nem, mert én itt összeessem a gépet, és nem bírtam más mondani, hogy Vitál Center, Vitál Center, venni akarok egy Vitál Centert, és ha belegondolunk, meg tudja igézni néhány hölgy nézőt, nek az agyát, hogy hú, most akkor most csak egy Vitál Centert, mert olyan jó. Most menjünk pszichológiailag, de már beszélni sem bírsz, Pfizer. Tehát menjünk bele erről az oldalról ebbe a reklámba. Nos, ez a reklám is kiemelte használja azt a szót, hogyha most telefonál, meg azt, vagy ne ilyen szót mondatot, meg azt, hogyha ezt ad, hogy ár előtt vagy után, hogy csak. Akkor ez olyan képzetet készített benned, hogy ó, most csak ennyibe kerül? Meg ki van írva az, hogy akció, most 16.990 forint helyett, csak 11.990 forint, ilyen jó nagy betűkkel. És akkor, jaj de jó, most akkor 5.000 forint kedvezménnyel tudok venni a férjemnek egy Vitál Centert, 4:1, ugye ez az egész. És, hát, nézzük csak, mik vannak így ebben a... Nézzük, hogy mit ír a vstershop.hu weboldalán, hogy legalább technikailag tudjak valamit beszélni erről, mert egyébként belegondolsz, vagy belegondoltok, hát nem nagyon szoktam nézni, hogy most mit árul, mit ajánl. Na, itt azt írja, hogy akció, egy Vitál Center árait, ön most két készüléket kap. Az új Vitál Center az egyik legjobb konyhai készülék, amit ön megszerezhet. Hülyének nézel. 4:1 funkciójával minden igényt kielégít, amit egy konyhagép tudhat. Gyümölcsprés, nanoszűrős turmix, álljunk meg, nanoszűrős turmix. Fogadni mernék, hogy nem nanoszűrős, hanem milliméter, milyen milliméter, és hogy centiméternyi lyukak vannak biztos a szűrőn. Daráló, aprító, mindez egy készülékben, és ez nagy betűkkel. A Vitál Center speciálisan a vevők táplálkozási igényeinek kielégítésére tett kifejlesztve. És legfőbb feladat, hogy megóvja az ön egészségét és vitalitását, ha persze. Nem csak időt, de pénzt is spórolhat vele. 4 gép helyett csak egyet kell megvennie, így 4-szer kevesebb helyet foglal, mint más konyhai készülék. A Vitál Center minden része könnyen tisztítható műanyagból és nemes acélból készült. Na, itt ebbe belekötnék. Szerintem nem nagyon lehet olyan könnyen kitisztítani a Vitál Centert. A jó minőségű, nagyértékű előállítási anyagok nagyértékű. Jó minőségű? Ez én előktes. Hosszú élettartamot garantálnak. Ja, egy év után így kell eldobni. A jó minőségű motor magas fordulatszáma gondoskodik az élelmiszerek egyenletes feldolgozásáról. Ja, biztos lecsapja a biztosítékot 5 perc használt után. És olyan hangja van, mert ezt inkább megmutatom mindjárt egy videóban. Nézzük, mit ír még. A Vitál Centert a patentos biztonsági kapcsolón keresztül lezárt tetővel és rögzített feltétel kapcsolhatja csak be. Ezt teszi lehetővé a biztonságos sérülésmentes alkalmazást. Ó, igen! Na, tippeljetek hány kiló? 4? Nem, az túl könnyű. 5? Nem, ez még mindig túl könnyű. 6? Nem, még ennél is nehezebb. Talán esetleg 7 kiló? Nem 7 kiló, hanem 8. Most 8 kilós a Vitál Center? Én így ránéztem a képernyőn, és azt tippeltem, hogy ez ilyen 2-3 kiló lett. Erre 8 kiló. Úristen, hát ez milyen nehéz lehet. Jó, soha nem néztem még ilyen konyhai gépeket, de 8 kiló, ez szemre egy kicsit nekem soknak tűnik. Szállítási díj 3190 forint. Hát, ezt mondjuk megértem, amilyen nagy. Nézzük. Maximális motorhasználat szünet nélkül 1 perc. Utána gondolom lecsapja a biztosítékot, vagy tönkre megy a motor. Turmix űrtartalma 600 ml. Beletöntesz 6 deciliter tejet, és akkor tele van. Fordulatszám első fokozat 6000 fordulat per perc. Jobbat forog szinte, mint egy utcai autó motorja. Fordulatszám második fokozat 12.000 fordulat per perc. Dupla gyors, az igen. Tehát, hogyha azt egy percig használod, akkor... fölrobban az egész. Teljesítmény 250 watt.
250 wattos, húha. A robosév az 400 wattos. Frekvencia 50-60 Hz. Az igen, és 230 wattos. Vagy wattos, hülye vagyok, voltos, olyan feszültségen megy. Az igen. Hát, én inkább ilyet nem vennék. De találtam egy cikket. Most láthatjátok a képernyőn a linkjét, és az a cím, hogy támad a TV Shop. Az öngyilkos hajlamú nanoszűrős Turbix gépen 10 mm-es lyukok tátongnak a szaunai hízzal, az elektromos seppű szívja a port, polírozótól meg nem lesz golyóálló az autó. Azért mindegyik működik. Na, idézek ebből a cikkből. Már csak ezt a vitálcenteres részt akarom idézni, a többit azt megtartogatnám más videókra is, vagy nézzétek meg magatoknak. A hármas kamera lámpája vörösen izzik. Horst Fuchs jobb fülében megremeg az aranylánc, mélyen az optikában néz a kopaszodó osztrák bor Bon Viván. Bájos és ifjú segítőtársa megérkezik a stúdióba, és elcsodálkozik a mester kéz mozdulatain. Látod, Gábi? Beledobom a, fogom a hagymát, beledobom a nanoszűrös dolárolóba, ráöntöm a forró vizet, és már kész is az újházi tyúkús lesz. 8 tojásos cénamet ért el! Ez fantasztikus! És trapéziát is találhatok vele a kisbabámnak! Kérdezi Gabi, majd az előre kikészített matraca ájul, amikor meglátja, hogy ahogy Fuchs lelkesen gyűri a 8 kilós dögszagú virágot a szeletelőkések közé. Emberek, most mondom, hogy ezt nem én találom ki, hanem ezt a cikkből olvasom ki nektek. Tehát nem mondjátok, hogy úgy de jó itt a szöveged. Nem, most a cikket olvasom. Nézzük tovább, mi van itt még. Az asztalt esszük a vitálcentert. A sorjás szélű műanyag elemek elegánsan csillognak a lámpa fényénél. Bocs, hogy nem bírok olvasni, de itt most havdarok ezerrel. És kéne innom is, mert annyira ki van szárad a torkom, hogy jófra már fáj, amikor nyerek. Kivesszük a nanoszűrőt, felidézzük tanulmányunkat. A nanométer az emberi hajszál vastagságának 135 ezred része. Pontosabban a milliméter milliomod része. Ezek alapján a lyukak legalább 100 ezer nanométeresek lehetnek, jelenti az anyagkutató részek helyettes vezetője. Összeállítjuk az eszközt, a kezelési útmutató szerint, majd egész tojást dobunk bele héjastól. Bort is öntünk rá, ahogy Fuchs mestertől tanultuk. Elindítjuk a szerkezetet, az ígért zajtalan működés helyett olyan hangzavar tölti be a teret, mintha ütve fúróval támadnánk egy cintányéra. A megemésztett tojás éhesete. Rövid dalálás után átadjuk a B-kontroll csoportnak az italt, akik 5-ből 2 pontot adnak a borhabnak. A folyadék állaga gyanús, főleg ha megnézzük, hogy mi maradt a tojáséjból. Egy űszűnyi por, de akárhogy próbáljuk, nem sikerül újra összerakni belőle az eredeti formát, legfeljebb a sarkát. Kontrollcsoport megitta a tojáséját is. Másodiknak kávébabokat szórunk a nanoszűrőbe, aztán forró tejet, meg cukrot öntünk rá. Nézzük csak. Darálunk, elképesztő zaj, majd újra kontrollcsoport után nyúlunk. 4 pontot adnak a kávénak, kimondottan ízik nekik, meglepetten ne adossák a szájuk szélét, majd egy hajkut írnak a szerkezethez. Atonymi nagyság, kávét szűz zajos csöndben, halk nanoszűrő. Aztán levest főzünk. Sárgalépa, hagyma, petrezselyem, leves kocka és forró víz, aztán turmix, mint a TV-spotban. A kontrollcsoport gyanakodva forgatja kezében a poharat, egyik a kérdésre előadja, hogy a répa illatú forró narancslére emlékezteti. Aztán egy nagy korty, és kiderül, hogy a leves íze répa illatú forró narancslére emlékeztet. Az egyre zöldebb csoport szerint fogyasztásra bármely napszakban fokozottan alkalmatlan. 5-ből 1 pont. A következő menet előtt elmosuk a vitálcentert. Horst szerint elég csak leöblíteni, és már is tiszta. Sajnos óriási répatomok ragadtak a nanoszűrőbe, így csak teljes, erőteljes súrolásra sikerül úgy, ahogy kitisztítani az űrtechnológiát.